Azért jó sok mérkőzésük volt nekik egymás ellen, mit mondna az örök mérleg és a statisztika? Szám szerint 48, illetve bocsánat, 48. találkozójukra készülnek, 47 volt eddig. Volt egyszer egy döntetlenjük, én gyorsan mindjárt itt a rengeteg adat között megkeresem azt a bizonyos döntetlent, ami 2014. április 3-án volt a Premier League 9. játékhetében. Akkor végeztek 6-6-ra. Egyébként a legeslegelső meccsüket azt még 2006-ban játszották egymás ellen a World Darts Trophy-n, tehát az egy BDO pontszerző, sőt BDO Major torna volt anno, amikor először találkoztak. És a maradék 46 mérkőzés az pedig 35-11 arányban Michael van Gerwen javára billen, aki már rögtön meg is igazítja az okniát, biztosra akar menni. Viszont az is egy fontos adalék, hogy úgy nézett ki az elmúlt időszak, hogy 2019. április 22-én a German Darts Grand Prix döntőjében, tehát pont egy European Tour döntőben győzte le van Gerwen Whitlockot 8-3 arányban. Majd 2020-ban játszottak 3 meccset, 2021-ben egyet, 2022-ben pedig 2-t, és kivétel nélkül mindegyiket Simon Whitlock nyerte, ráadásul a 2022-es év második mérkőzését, azt éppen itt Magyarországon a Hungarian Darts Trophy-n, a legjobb 32 között, és idén találkoztak a 8. Player Championship fordulón Hildesheimben, március 20-án a legjobb 32 között, amit már van Gerwennek sikerült megnyerni a 6-2 arányban. Úgyhogy az elmúlt évek eredményei alapján ez egy teljesen nyitott mérkőzés, simán benne van a pakliban, hogy Simon Whitlock megint meglepetést okoz, ahogy okozott tegnap is, hiszen papíron nyilván Martin Schindler volt az esélyesebb játékos, mint kiemelt játékos, de jött az a két csodálatos 117-es, illetve 110-es kiszálló, és már is máshogyan nézett ki a leányzó. Hát eddig idén az összes European Tour verseny az első mérkőzését elveszítette Whitlock, ehhez képest most ugye már két győzelme van, de legutóbb éppen a már Zsolti által említett tavaly budapesti verseny volt az, ahol egyrészt legyőzte van Gerwent, másrészt akkor volt ilyen magasságokban, hogy a 8. döntőben is játszhatott. A legutóbbi olyan alkalom, amikor pedig a legjobb 8-ig is sikerült eljutnia, az pedig tavaly a 8. European Tour forduló volt májusban, egészen konkrétan, már is nézem, egyre odébb voltam, szóval az a Dutch Darts Championship volt Hollandiában. Akkor jutott be legutóbb a negyed döntőbe Simon Whitlock, majdnem egy év után játszhatna tehát megint ilyen magasságokban. Itt pedig megszerezheti a vezetést. Kell egy 18-as még, és a dupla 16. Ó, az inkább kerekítő nyílnak lett volna, jó? Úgyhogy van Gerwen megoldhatja a 100-ast. Megvan a tripla, és a dupla is két nyílból megcsinálja. Van Gerwennek nem volt egyébként 100 pluszos kiszállója a tegnapi nap folyamán. Egészen konkrétan 86-os volt a legmagasabb kiszállója. 180! Úgyhogy feliratkozott ő is a 100 pluszos kiszállóknak a ranglistájára. Ez volt egyébként a tornán a 29. ilyen kiszálló. Lesz így egy 63, úgyhogy a második nyíl a tripla 20-ból esett ki. Itt meg nem lesz 9 színas, sajnos a váltás az már jó, 134. De van Gerwen ennek a tornának a címvédője, konkrétan a legutóbbi két versenyt ő nyerte, és a 8-ból 4-et ő húzott be. És egyébként gyakorlatilag azáltal, hogy ugye Gervin Price nem jött el, Michael Smith most kiesett, én úgy gondolom, hogy az előző mérkőzések eredménye alapján most lépett igazán toronymagas esélyessé elő. Nagyon meglepődnék, hogyha nem az ő sikerére adnák a legalacsonyabb szorzót a fogadóirodák innentől kezdve, de nyilván ahhoz előbb ezt a mérkőzést meg kellene nyerni. 140 Whitlocktól. A negyed döntőben majd a Rob Cross Ryan Searle mérkőzés továbbjutójával játszhat, hogyha itt győz. Az elődöntőben a Smith Szujovic Menzel Rock 4-es, jó, bocsánat, szóval a Rock Szujovic duó továbbjutója közül
jöhet valaki, úgyhogy ez az ág így néz ki. Igen, jelenleg úgy állunk, hogy megvan a dupla 20 első nyilas, egyelőre 2-2 a kiszállózás a Van Gervennek, és 17 nyilas után egy 13 nyilassal lepi meg Whitlockot. Hát jelenleg úgy áll a mezőny, hogy van két északír játékos a legjobb 8 között. Ha itt Van Gerven nyerne, akkor lenne két holland. Ugye biztosan lesz kettő angol, hiszen Callum már ott van, és a Cross-Searle mérkőzésből még egy angol tutira csatlakozik a negyed döntőhöz, és ezen kívül van még nekünk egy Welsing, Johnny Clayton, illetve egy osztrákunk, tehát konkrétan a 8 játékost azt 5 nemzet adja. Ami ritkaság, mert ugye általában az szokott lenni, hogy 8-ból 4-5 angol van. Igen, az utóbbi időben meg főleg. 97. Van Gervenben egyébként biztosan munkálkodik a bizonyítási vágy, mert a csütörtök este nagyon-nagyon szomorú volt, hiszen a hazai Premier League fordulóban konkrétan már az első mérkőzését elveszítette Nathan Espinel ellen, úgyhogy utána írt is a szurkolóknak külön, hogy rettenetesen sajnáljam. Hát meg tudom érteni. 180! Vajon kinek szurkol a fiatal ember? Egyébként az, hogy a Premier League 4-es döntőjébe fog jutni, az azért szinte garantált. Gervin Price-al az első két helyen nagyon elhúztak a többiekhez képest. Igen, eléggé meglepő lenne, hogyha kiesnének. Szerintem nagyon már matematikai esés sincsen rá. Nyilván amióta ez az új lebonyolítási szisztéma van a Premier League-ben, sokkal nehezebb kimatekozni, hogy kinek van még esélye, kinek nincsen. Igen, mert ahhoz tudni kell a sorsolásokat is, hogy a hátrajövő 4 fordulóban hogy játszanak majd. Megvan a tripla, első hiba a duplán, és a második hiba rögtön követi. Tehát annál közelebb egyébként tényleg nem is volt már hely a nyíl meg a drót között, de a harmadik nyíl mégis talált magának egy kis pozíciót. Nincsen meg a dupla-dupla, 65-tel kerekít Whitlock 40-re. Újabb esély Van Gervennek megoldani a 24-et. Dupla 6-tal, az már megvan. Egyelőre ez egy gyors darálás. Nyilván itt még inkább munkálkodik a játékosokban. Az a gondolat, hogy minél kevesebb időt kell a tábla előtt tölteni, hiszen aki itt most nyer, az este még biztosan színpadra lép legalább egyszer. 180! De jó eséllyel inkább háromszor szeretnének színpadra lépni. 101-es válasz. Jöhet a negyedik Whitlocktól. Nincsen benne. ...134 az rendben van. ...135-ös. Reckírozott egyet Van Gerven, hiszen szimpla 20-szal nem lett volna kiszállón. Marad a 92 Whitlocknak. 125-re Bull. Nagyon jó a 25-ös tripla 20, így nem lesz meg a kiszálló. 60 marad. Meg kell oldani a 92-t, Whitlocknak nincs mese. Dupla-dupla, dupla 18, dupla 18, nem lesz meg. 36-ra fog kerekíteni, így van. Ez így nagyon simán 4-0 lehet. Dupla 10. De nem. Hoppá. Jönnek a hibák a kiszállón. Aztán az első komolyabb hiba a kiszállón Van Gervennél. Leginkább azért, mert Whitlock is ott van egy nyilason. Három nyilat ajándékoz az ausztrálnak, hogy szépítsen. Na. Csak oda fér az. Nem tudja kihasználni. Akkor így viszont a dupla 5 a feladat a hollandnak. Meg is csinálja elsőre. 4-0.
Gyorsan levadászok egy eredményt, mert volt már olyanra példa, hogy nullára nyert valamelyik játékos, nem is egyszer. Azt mondja, hogy 2012. februárjában a UK Open selejtezőn nyert egyszer Fangerven 6-0-ra. Aztán a 2016-os World Series of Darts Finals negyed döntőjében 10-0-ra tudott nyerni Fangerven. A 2017-es German Darts Grand Prix elődöntőjében lett szintén 6-0 Fangervennek. És bár ott ugye szettes lebonyolítás, de azért az is ott összességében nullás eredmény, 3-0 arányban a 2020-as World Grand Prix negyed döntőjében Simon Whitlock tudott nyerni. De még egyszer mondom, hogy ez az utolsó, ez szettes lebonyolítás volt. Úgyhogy volt már arra példa, hogy valaki nullázta a másikat, oda-vissza alapon. 180! Hát itt most nagy különbség van, úgyhogy ennyire közel nem állt még ezen a meccsen talán ahhoz, Whitlock, hogy végre ott legyen a táblán. Na jó, nyilván az előbb ott a dublákkal, igen, de most tényleg nagyon nagy hátrányban van Fangerven, és nem jön a 180, úgyhogy nem is lesz kiszállón, 6-nyira van a 130-ra Simon Whitlocknak. Nem kell rámenni a búra, de ráfog. Nyilván ez most leginkább annak szólt volna, hogy az önbizalmát egy picit építse. Az ausztrál nem sikerült megoldani, viszont a 25 pontra visszatérhet még, miközben Fangerven 112-re érkezett meg. Na nézzük akkor ezt az újabb kísérletet. 9-es. 14-es lett, úgyhogy kell a 3-as és a dupla 4. És azt már megoldja. 4-1. No. Jó, nem lesz söprés a mai napon. Egyébként az egész tornán eddig nem volt még nullázás, és ennek kifejezetten örülünk is. Hiszen sosem jó, amikor valaki nullára ver. Közvetíteni se olyan jó, meg hát nyilván azért a játékos, minden játékos irányában valamilyen szinten szolidárisak vagyunk. 180! Nézzük a negyediket. Egyesben. Na legalább aztán a másik kettő a tripla 20-ban landol. Szépen korrigált. Lehet felváltani 20-asra, így van. 139-en marad a 130 pont. Viszont rá lehet pakolni erre a 130-as kiszállóra bőven a terhet, főleg ha jönnek a triplák. Még egy nem ártana. Bizony, ott bizony. Is van. Marad a 60. Marad. És nem lesz meg a 130-as kiszálló. 63. A tripla 18-a szerette volna az utolsót küldeni, hogy maradjon a 16 pont. Lehet 4-2, most már egy break-kel. Dupla 10. Nem tudja megoldani. Nincsen meg a tripla 17, kell még a kerekítő és a dupla 16. Megvan. És az már ott 5-1. Van. Nagy lehetőséget szalasztott el megint Whitlock. Azért oké, hogy ez 5-1, de itt, hogyha kicsit jobban koncentrál a kiszállóknál, akkor simán lehetne 4-3. Láthatjuk is, 13%-os hatékonyság. Sőt, nem 4-3, 3-3. 3-3 lehetne. Kettőleget simán odaadott az ausztrál a gyatra kiszállózásnak köszönhetően. És hát ez most látszik, hogy tényleg nagyon sokba fog kerülni. Ha nem is ebben a legben, de valószínűleg a következőben ennek a meccsnek vége lehet. Nincs 90-es átlagja Whitlocknak. Száz nyolcvan! Kulisszatitkot hagy áruljak el, Zsolti
szúrós tekintettel nézett az átlagokra, mert nála nem annyi. Igen, de és aztán... És erre nagyon hárklis. Rájöttem aztán a turpisságra, úgyhogy utána helyreállt a világrendje. 96-ra érkezik meg közben Michael van Gerwen. 100-as minimum kellene Witlagtól, hogy egyáltalán kiszállóra megérkezzen, de hát a 96-ot az megoldhatja a holland, és akkor véget is igen, ér a ez most itt az a szituáció, hogy dobhat bármit az ellenfél, van Gerwennek arra kell fókuszálni, arra kell bezárkóznia, hogy ezt a 96-ot megoldja. Nem fogja, a 16-os kerekítő helyette eltalálja a 8-ast, ez most hiba. Viszont jó eséllyel még visszatérhet, azért ez nem az a szituáció, amikor nagyon megoldanak egy 164-es kiszállót, szektorhiba, és ezt nem lehet úgy orvosolni, mint ahogy tegnap tette Witlock az utolsó két legben. 41-re marad, itt pedig egy 16 dupla 16 kombináció. Meccs nyíl, beljebb, de nem oldja meg, beljebb. Hoppá! Mik a mai kiszállózásával ez a két nyíl nem biztos, hogy elég lesz a duplára. 9-es kerekítő. Megvan. Dupla 8. Megoldja? 5-2. Nehezen is, de ott van. De összehasonlításképpen jelen pillanatban áll Simon Witlock 20%-os kiszállózáson, 10 nyilat használt el a 2 sikeres duplához, a tegnapi mérkőzésén 7 nyilat használt el a 6 sikeres duplához. Ennyit tud változni egyik mérkőzéssel a másikra egy játékos teljesítménye. Éppen ezért nagyon-nagyon nehezen számítható ki az, hogy egy adott mérkőzést ki fog nyerni, mert tényleg nüanszok, adott esetben nüanszok dönthetnek, adott esetben olyan tényezők, amikről az egyszerű mezei néző nem is tudhat, hogy hogyan kelt fel, keserű volt a kávé, nem volt jó a narancslé, nem volt jó a croissant, amit a hotelben adtak, bármi bezavarhatja, és rányomhatja a bélyegét az egész napjára egy játékosnak. És egyelőre van Gerwen sem azt a játékát hozza, amivel ő 3 világbajnoki címet nyert. Ezzel a 119-es körre 92,18-on van az átlaga. Lehet felváltani 20-asra. 99. Jön a tripla, úgyhogy kiszállón van Michael van Gerwen. Jöhet Witlock is. Így nem. Nem bizony. 6 nyíl a 170-re a meccsért. Váltás. 46 mindössze, 124 marad. Egy jó 140-nel lehet azért terhet pakolni erre a kiszállóra is. Jól kezdődik. Még kell egy tripla, és akkor ez még mindig jó, így hát egy 100-as. Pedig nagyon kínálkozott ott a tripla szektornak a jobb oldala, de nem sikerült Witlocknak odavarázsolnia. Ez jó, 14-es, és a bull. És megvan. Ott a vége. A végére még egy 120-os kiszálló odafittyen van Gerwentől. És összességében 92-es, kereken 92-es körátlaggal és 46%-os kiszállózással tovább jut. Witlocknál az a 20%-os kiszállózás az nagyon rányomta a bélyeget erre a találkozóra. Így van, úgyhogy közel egy év elteltével nem sikerül ismét bejutni a negyed döntőbe Michael van Gerwen, viszont a legutóbbi döntője után megint jó úton halad a felé, hogy ezen a tornán is ott eljön a fináléba. Egy mérkőzésünk van már csak hátra a mai nap folyamán, úgyhogy hamarosan jön Rob Cross és Ryan Searle.